Korán reggel rákerülnek a címkék a kenyérre, amit aztán a pékek egy határozott mozdulattal betolnak a sütőbe. 40 perc múlva pedig kész a friss, ropogós kenyér. Ez valamint a kiflik és a zsömlék is a Vela Pékség üzemében készültek, amely egy a Magyar Pékszövetség 375 tagja közül. A sütőipari vállalkozások kapacitásának mintegy 65%-át kitevő vállalkozások szakmai érdekképviselete 19 tagú társadalmi elnökséggel működik immár 30 éve. A koronavírus járvány okozta nehézségek ellenére idén 9. alkalommal tudták meghirdetni a kenyérversenyt, amelyre 50 kenyeret neveztek a pékségek. Ez jól mutatja az elkötelezettségüket, jövőbe vetett hitüket, bizalmukat és nem utolsó sorban szakmaiságukat, hiszen a rövid határidő ellenére is sok energiát fektettek a termékfejlesztésbe. Kettő kategóriába volt meghirdetve a termékverseny. Az egyik a búzakenyérből kész, búzából, ízből készült, kizárólagosan magyar termékekből, adalékanyag hozzáadása nélkül készült Szent István napi kenyér. Másik pedig egy innovatív kategória, ahol elsősorban a Magyar Ízek utcájába tervezett bemutatkozásnál lehetőség volt arra, hogy különböző fűszernövényekkel ízesítsük a kenyereket. Ennek következtében a Balmazújvárosi hajdúsági kenyér lett az első helyzet, amelyet most már 19-e után lehet vásárolni a különböző üzletekben, míg az innovatív kategóriában a Helpékség, budapesti Helpékségnek a rozmaringos burgonya kenyere lett az első helyezett. A Szent István napi kategóriában 7 induló kenyeret bírált a szakmai zsűri, ezek közül a Vela Pékség alkotása lett a második helyezett, kevesebb mint egy ponttal lemaradva az első helyről. A Kárpátok kenyere fantázia nevet kapott pékárút a térség búza összeöntésére alapozták, ráadásul a forma is tükrözi a Kárpát-medence csúcsait, így a kenyér minden módon jelképezi az összetartozást. Amikor a Kárpátok kenyerét megalkottuk, akkor ugye azt vettük figyelembe, hogy a Kárpát-medencére jellemző ízeket vettük elő, és ugye összetevőben ez meg is mutatkozik búzalisztből, illetve rozslisztből készül, egy hosszú élelősű kovásszal, és ugye ami nagyon fontos, hogy a rozsliszt az a kovászba kerül, mert ennek teljesen más az erjedése, teljesen más az ízhatása, illetve teljesen más a kenyér savfoka, ez növeli ugye az elthathatóságot, egy teljesen különleges ízt ad a kenyérnek, és ugye innen jött ez az ötlet, és így alakult ki ez a kenyér. A kenyérverseny nyertes alkotásait minden évben a Magyar Ízek utcájában kóstolhatja meg először a nagy közönség. Mivel idén ez elmarad, a Magyar Pékszövetség gyártói felhívást tett közzé, amiben felkéri a sütőipari vállalkozásokat, vegyék fel kínálatukba a két győztes kenyeret. A velük kötött gyártási szerződés garanciát jelent arra, hogy az ország minden pontján ugyanazt a minőségű kenyeret kapják majd a fogyasztók.